It's all about humanity. Sziasztok srácok, én Tankét vagyok, és a mostani videóban szeretném nektek bemutatni a Phase 1-est, ugye ez a Tier 9-es amerikai nehéz tank, amit ugye a Battle Pass-ból tudtok kivenni, és arra gondoltam, mivel a csatornán eddig csak a sárfutót mutattam be úgy részletesen, a Phase 1-esről még nem került ki videó, csak ugye az összefoglaló, a Battle Pass-os tank összefoglaló videóban beszéltem róla. Ha még valaki azt nem nézte meg, akkor csekkolja le, hogyha kíváncsi a véleményemre, hogy a többi Battle Pass-os tankhoz képest a Phase 1-est ugye hova helyezem el. Ugye, mivel nincs erről a tankról még úgy konkrét bemutató videó, ezért gondoltam, ma gurulunk vele három kört, és akkor bemutatom nektek, hogy miért gondolom, hogy jó ez a tank. Mielőtt még ezt megtenném, az ugye fontos elmondanom, hogy ma van ugye 22-e, ez ma fog kikerülni ez a videó, és ugye holnap 23-a, holnap jön be az 1.13-as patch, eléggé nagy patch lesz, mivel sok változtatás jön be, arti változtatás, robbanó lőszer, prémium buffok, akkor milyen még ranked változtatások, tehát sok-sok változtatás jön be, amiről igyekszem majd egy videót kirakni minél előbb, hogy informáljalak titeket a különböző változtatásokról, úgyhogy ha arról nem akartok lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, illetve nyomjátok meg a kis harangocskát a feliratkozás gomb mellett, mert akkor kaptok értesítést, hogyha feltöltök egy videót. Na, de akkor vissza a Phase 1-esre. Én tudom, hogy nagyon sok ember már megszerezte a Phase 1-est, mert az előző Battle Pass azonban ugye 9 tokenbe került, vagyis hát nem előző, mert még tart, hanem holnaptól lesz előző, értitek, amit mondani akarok. Én nagyon sok ember megszerezte, mivel viszonylag egy jó tank, de tudom, hogy sokan még a következő szezonban tervezik majd ezt a tankot beszerezni, illetve ugye akiknek megvan, sokaktól hallottam, hogy nem igazán tudják még, hogy hogyan kérne ezzel a tankkal játszani, ugye ezért gondoltam, egy bemutató videó szerintem sok embernek tudna segíteni, úgyhogy kezdjünk is bele. Ugye a legénységi skillekkel szeretném kezdeni, mert a heavy tankra ugye nagyon fontos skillek ugye kellenek, ami nem más, mint hogy nyilván ugye kell egy hatodik érzék a parancsnokra, kell javítás, meg kell bia, a lövegkezelőre kell bajtársak, pillanatkép és javítás, a vezetőre ugyanúgy, nem ugyanúgy, hanem a vezetőre kell bajtársak, simútazás, javítás, és a töltőre pedig kell bajtás, biztonságos elhelyezés és javítás. Nagyjából ezek az alapskillek, és esetleg még a vezetőre el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk még egy megelőző karbantartást is rak, hogyha van elég skill helye. Nem szokott annyira gyulladni ez a tank nekem, tehát nem azt mondom, hogy kötelező, de elfér rajta igazából, hogyha van extra skill helyed, illetve még ugye látótávjavító skillek mehetnek rá, mint a helyzetfelismerés, és talán utolsó skillnek mehet rá egy ugye álcázás, mert ugye heavy tanknak nem annyira fontos az álcázás, de azért nyitott pár néha nem jön rosszul az, hogyha van egy kis kamótok. De nagyjából ezek a fő skillek, amit elmondtam, amik ugye szükségesek a tankra. És ugye nézzük meg a felszereléseket. A felszerelésekből láthatjátok, itt nekem lila felszerelés van, legalábbis kettő, azért, mert ezt a tankot ugye éppen most próbálom gammarkolni, és szeretném a lehető legjobb teljesítményt ugye hozni bele, de egyébként, hogyha nem lila felszerelések lennének itt, hanem a normál felszerelésekből ugyanúgy szellőzés használnék, töltésgyorsítót és stabilizátort, de erre a tankra el tudom képzelni bőven, hogy valaki azt mondja, hogy oké, és neki a töltésgyorsító meg a stabilizátor az oké, és az kell, de a szellőzést lecserélni valami másra, mert mondjuk tegyük fel lassúnak érzi a tankot. Én simán el tudom képzelni, hogy egy turbóval használja valaki ezt a tankot, mivel nem egy lassú heavy, tehát mondjuk nem egy motion, tudjátok, Tier 9-ben az elég lassú, de mondjuk nem is egy gyors heavy mondjuk, mint az AMX, a Tier 9-es francia. Valahol talán a kettő között van, és el tudom képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy turbóval szeretné használni, hogy nyilván beérjen az agresszív pozíciókba, az agresszív hulldown pozíciókba. Esetleg még azt tudom elképzelni, hogy valaki fejlesztett edzése használja, ugye több HP, erősebb lánctalpak, gyorsabb javítás, ugye az összes ilyen jó kis tulajdonság ugye felkerül a fejlesztett edzéssel. Tehát a szellőzést azt le lehet cserélni erre a két dologra, amit mondtam, de úgy érzem, hogy a töltésgyorsító, illetve a stabilizátor az eléggé fontos elem, és azt nem igazán cserélném le. Úgyhogy menjünk is be a csatába, szerintem aztán a többit ott mondom el erről a tankról. Ugye szokták mindig kérdezni, hogy mihez tudnám hasonlítani ezt a járművet, és mindig szoktam mondani, hogy hát igazából ez egy Conqueror, talán picit erősebb alvázzal,
meg picit talán erősebb toronnyal, és meg talán egy hajszányival jobb mobilitással. Tehát ugye összességében egy nagyon-nagyon király tankról beszélünk, de én úgy érzem, hogy ez az ágyú nem annyira megbízható, mint a Conquerornak van, és én ezért egy picit csalódtam ebben a tagban, tényleg egy hajszányit. Alapvetően egy jó ágyú van, mert ha megnézitek, ugye 258 milli az alaplőszer átítés, ami bőven-bőven elég mondjuk egy ilyen matchmakingbe, és ha esetleg úgy adódik, hogy mondjuk tier 10-es hevét kell ölni, mint mondjuk egy S-házat, aki mondjuk cooldownba ül, akkor akkor ugye megvan a 340-es hitlőszeretek, ugye amivel ugye agresszívabban tudok játszani, vagy amivel van esélyetek beütni az S-házat. Ugye szeppén játszunk, két arti van, én mostanában, hogy mondjam, régen nagyon szerettem ezt a részt játszani, de annyira idegesítenek, hogy itt van ez a szikla mellette a bokorral, hogy annyira megpusholhatatlan lesz az a rész, ha mondjuk beállod egy isú vagy egy skorpion, vagy esetleg médium tankok, hogy tehát itt nem, simán végig lehetne kurulni, hogyha nem lenne ez egy szikla. Azzal, hogy ezt az egy sziklát ott darakták, konkrétan ugye megpusholhatatlaná tették ezt a részt, és hát nagyon nehezen lehet ott bemenni. Úgyhogy mostanában ezt a részt szoktam játszani. Viszonylag erről, hát, hogy erről az oldalról kezdve nem, akkor kevesebben is szoktak eljönni ide, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet? Megpróbálok itt kinézni, és ha nem látok senkit, akkor megpróbálok átmenni, de oly. Micsoda cross lövünk. Na ez az, amit mondtam nektek, srácok, egy Conqueror ágyúval, ezt valószínűleg előttem volna. He? Az egy pen. Az igen. Nice shot. Menet közben előtt rám, és talált. Jó van akkor. Akkor jó van akkor. Azt akarom megnézni, hogy itt van-e valaki a bokorba, és van is valaki a bokorba, mert ugye főszpotolódtam. Így már viszont nem lehet pusholni, azért nem, mert ugye átmegyek itt, akkor még HP-t veszítek, és akkor már nem fogom tudni ugye ezeket a tankokat megölni. Bár még most elég sok HP-t veszített. Az akkor még, tehát hogy egy isú áll itt fel a bokorba, és bekopok tőle egy 800-as, vagy 750-est, az nagyon fájni fog. Ez a lövés, ennek soha az életben nem kellett volna penelni a phase 1-estől. Nem értem, hogy ez hogy ment be. Bár mindegy. Most már ezzel kell dolgoznunk. Mindegy, most várunk egy picit, hogy hát ha kinéznek ránk. Bár mondjuk ott vannak a hátul a TD-k, meg Arti, úgyhogy nem biztos, hogy ez meg fog történni. És megtörténik. A standard még kinézett, abban a pillanatban el is párolgott. Jól van akkor. Az Emil 1-es meg bepenelte a phase 1-es, jól van. Ott megy át a 257, sajnos arra nem tudok rálőni. Azt mondja, KB 4 is van ott, így az Arti meg ugye mondja a phase 1-esnek, hogy ne kempeljen, és a phase 1-es nem is mer kempelni, ugye ott ki fog nézni a 257-es, nézzétek? És ugye, mivel a V alakú páncél ilyenkor ugye 90 szögbe, vagy 90 fokos szögbe szinte nekem áll, ezért AP-lőszerre simán be tudtam lőni, nem is kell átöltenem hitlőszerre. Azon gondolkozom, hogy a phase 1-es az nem mer majd kinézni, és hogy átpussolok és megölök itt mindenkit is, de ugye ott is lehetnek tankok, és egyszerűen ezt nem merem megtenni. Tehát ugye itt lehetnek ebbe a bokorba, meg itt lehetnek ugye ebbe a bokorba, és mondom, isú meg a skorpion megteppel engem, akkor konkrétan nem marad HP-m. Pedig nagyon szívesen átpussolnék, ugye phase 1-es egylövés, 257-tel elbírok. Igazából már csak az infóra lenne szükségem, hogy milyen tankok vannak még az ellenfélnél a bokorba. Én próbálok pingelni a csapatnak, hogy hol lehetnek az enemy TD-k, hogy hát ha valaki blindolni akar. De hogy viszonylag amúgy mázli volt, mert a 257 simán beüthetett volna. Igazából én is nekem őt be kellett volna üssem, de ó, egy arti lőtt, KV4 átpozícionál. Na, kinézel? Kinézel, fater? Ha? Pikej. Ugye viázom, hogy mennyire megyek föl, mert hogyha oldalba lőnek, a TD-k, az baj lesz, és ott át tudom ütni. Ugye a 257-tel soha nem így size-scrape-elünk, hanem sokkal extrémebb szögbe érdemes, az egy per lesz a kollégától, így is van. Ugye kinézett rá, és senki nem tud neki visszalőni, mert ugye ott van a hullája a standard B-nek. Esetleg most a K91 PT-re lehetne lőni. Ugye, tudom, hogy ott van a benne a bokorba. Nézzétek, el is lőtte magát, akkor fel is spotolódott, és bel is vertünk egyet. És gondolkozom, még mindig gondolkozom azon, hogy pusholjak-e, és talán most lenne rá az alkalom, hogyha ha minden igaz, és
Így is van. Nézzétek meg, ugye itt van most egy M1-es, meg egy 257, ugye mind a kettő előtte magát, ez az én alkalom, hogy befejezeseljem az egyik tankot. Ugye agresszívan kipíkelek, kilövöm a Phase 1-est, én látom a K91 PT-t, lőtt rám. A következő célpontom az a 257 lenne. És hát belénkülött egyet, aminek nem örülök annyira. Próbálj kihasználni ezt a roncsot itt, és belelőni egyet ugye a K91 PT-be. Ugye most ugye ki akar ránk jönni agresszívan. De ugye hátulról nézzétek, már bepusolják a heavy tankok. Azából nekem ilyenkor csak annyi a dolgom, hogy nem halok meg. Mert ugye a 257 valószínűleg meg fog halni ezeket a tankoktól, tehát én nem is akarok már bele nagyon foglalkozni. Inkább elindulok a másik oldal fele, hogy még több sebzést ugye ki tudjak hozni. Mert amúgy most van az, hogy ugye megnyertük ezt a részt, 7-1 az állás, és valahogy még sebzést kéne kihozni ebből a mérkőzésből. Mert a 2300 sebzés az nem rossz, de nyilván nem is jó, én sem többet szeretnék. HP-ba még amúgy bőven-bőven nem állunk rosszul. Jó lenne amúgy tudni, hogy hol van ez a Centurion a 7x1. Jó lenne tudni, hogy még középen ül. Ó, visszajött, ez nekünk nem is rossz, nem spotolt fel, ugye vigyáznom kell, mert ha most felspotolnak, ugye az Arti meg tud lőni, az Arti menekül, talán el is tudjuk lőni. Nézzük. Igazából nem volt rossz a célzás, csak először egy picit aláment. Talán ott el tudom lőni a sinek alatt. És próbáljuk meg, így pont a kerék fölfogta. Nem baj, még egy lövésre lenne időnk, de nincsen. Ott a másik, hogy futnak? Jajaj, na mi van Arti? Na mi van Arti? Szétklikkeled az agyat, aztán futsz. Nice, ennek nagyon örülök, hogy az Arti az nagyon veszélyes volt ugye ránk nézve. És hát most igazából csak előre kell pusolnunk. És meg kell ölnünk az enemit. Ilyenkor amúgy nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha lenne a tankon ugye egy turbó, mert akkor valószínűleg sokkal agresszív, tehát sokkal előbb be tudnék érni a pozícióba. Én nézzétek meg, ugye most spotolódnak fel az ilyen ellenfelek, és ugye most frissül a HP jelző kis modocska, hogy igazából tényleg mennyi HP-ja van az ellenfélnek, és abszolút, tehát abszolút elbuk, tehát ez egy 13-3, vagy 15-3-as mérkőzés lesz, az ellenfélnek köze sincsen a csatához, abban még tudunk lőni egyet, 2700 sebzés, és 15-3-as mérkőzés. Ezt mondtam srácok, hogy ilyenkor, amikor a heavy oldalt ugye megnyerték egy pályán, akkor onnantól kezdve egy picit amúgy ez a tank necces, mert nem fog átérni a másik oldalra. Jó, mondjuk azt aláírom, hogy itt körülbelül egyik heavy tankkal sem értem volna át. Legyen az egy AMX, legyen az a leggyorsabb heavy tank, ami 9-es szinten van, a semmivel nem értem volna át, hogy őszinte legyek. Lehet egy picit több időt is töltöttem a heavy dühöngő részen, mint amennyire szükségem volt, de ha megnézitek, ez a csata annyira, a csapattal annyira szétoszlott a sebzés, hogy mindenki lőtt valamennyit, hogy 2700 sebzéssel én vagyok az első, és a csapattársaim, meg ugye a következő csapattársai egy tier 8-as tank 1900 sebzéssel. Az ellenfélnél megnézitek, a tier 9-es tankok, ugye a Phase 1-es lőtt 1600-ot, hol a 257 lőtt egyet, az egyet ugye belém lőtte, a standard B meg lőtt nullát. Ugye ezt szoktam nektek mondani, srácok, hogyha ugye az új matchmaking-el, hogy hiába mondjuk jól van elosztva a tier, tehát mondjuk take fel, van egy 3-10-es tank a játékban, mondjuk maradék meg ugye 9-es, meg 8-as, hiába van így elosztva, hogyha az a 3 top tierű tank, most az legyen 10-es, vagy 3 top tierű 8-as, hogyha az a 3 tank nem hozza a kötelezőt, és a másik 3 top tierű tank meg hozza a kötelezőt, szinte esélytelen nyerni. Mert annyira kijön a szintkülönbség, annyira erősebb mondjuk egy 9-es tank, mint egy 8-as, vagy annyira erősebb egy 10-es tank, mint egy 9-es, hogy egyszerűen nem nagyon nehéz azt kompenzálni. És ugye be is mentünk a következő csatára, ami Sand River 3 Arti. Na hát ez borzasztóan néz ki. Ajajaj, na hát itt mit csinálunk? És Sand River 3 Artival az ugye két dolgot tudsz csinálni, inkább hármat. Egy, bejössz ide és sznájpolsz. Következő, befutsz ide a gyors tankkal, és ugye itt játszol és spotold, aki középen játszik. És amit még tudsz csinálni, amit én akarok, hogy eljövök erre a részére a pályának, és megpróbálok itt játszani. Igazából
az a probléma, hogy ha itt játszom, és az ellenfél ugye okosan játsz meg a lapét, ugye akkor ide jön a light-okkal, és ugye spotol minket, akkor ott mínusz 500 HP kapásból a meccs kezdeténél az Arctic-tól. Meg igazából itt lehet, itt tökéletesen lehet ugye kihasználni ugye a Phase 1-esnek a toronypáncélját, viszont mondom, az Arti a szarrá klikkeli az agyamat, úgyhogy hiába van bármilyen toronypáncélom, hogyha eltűnik a három Artitól. És amúgy elfelejtettem beszélni nektek arról, hogy hogyan is érdemes játszani ugye ezt a Phase 1-est. Ugye, ahogy mondtam, ugye a Phase 1-esnek ugye alapvetően a testén nincsen sok páncél, ugye ezt az alvázát is könnyen be tudják ütni még a 8-as tankok is. Valami spotolt minket, valószínűleg a Ru 251 van itt valahol, de mindegy, nem akarok megállni semmiképpen. Elsznepeljük, 404 az én bot, láttátok, hogy bekapcsolt? És ugye erősebb az alváza, mint egy Conquerornak, de úgy összességében a tank teste az egyáltalán nem erős, tehát a cooldownra kell vele építeni, és cooldownban nem sok ugye gyenge pontja van, ez a kupola, ami talán gyenge pont, hogyha hittel lőnek rá, illetve talán a torony frontján, hogyha tökéletesen eltalálják, akkor ugye be tudják ütni, de úgy összességében egy nagyon király, ugye huldanozós tank, elrejted a testét és az ágyűsüllyedését kihasználva, meg a jó toronypáncélt kihasználva ugye lelőd az ellenfelet. Nagyjából ezt a játékstílus kell vele mindig alkalmazni, mert ahogy mondtam, ez nem egy mondjuk még egy orosz heavy tank, mondjuk egy ST1-es, hogy csak simán kimész és a testével is pattintasz mindent. Amit tényleg ügyelni kell arra, hogy kihasználd a hooldown-t és úgy tudjál operálni. Ugye nézzétek meg, hogy az E50-re ugye sikerült lőnünk először egy tracket, és a srác valamiért nem javított egyből, és én direkt még hátrébb céloztam, mint ahol maga a tank volt, mert ugye tudtam, hogy hátrafele fog gurulni, és akkor nem kellett már újra becéloznom magát a járművet, úgyhogy ez egy jó célzási tipp, hogyha tudjátok, hogy egy tank hátrafele akar célozni, oda van betrekkelve, és tudjátok, hogy hátrafele fog tolatni, akkor érdemes inkább ide célozni, mert akkor nem lesz az, hogy megindul a tank, és akkor így hirtelen azt mondjátok, hogy jaj, megmozdult a tank, ide céloztam, akkor ide át kell céloznom, szétugrik a célkereszt, és nem találjátok el. Sokkal több esélyt adtok magatoknak arra, hogy eltaláljátok valakit. Ugye azért tudok itt viszonylag játszani, hogy azért választottam ezt a helyet, ugye 3 Artinál, mert megnézitek, ugye lehet itt ezt a sziklafalat ugye kihasználni, és viszonylag Arti szépen maradni. Nyilván, hogyha az Arti úgy pozícionál, hogy tehát van olyan pozíció, hogy be lehessen ide lőni, de a legtöbb Arti általában nem úgy szokott beállni. Ugye itt a Progettóval leálltam fájtolni, mert tudtam, hogy nekem magasabb az alfám, tehát hogyha még belém is lő egyet, akkor én nagyobbat tudok visszaadni, viszont én valahogy nem találtam el. Tehát ezt mondtam nektek, hogy ez az ágyú, úgy alapvetően király, tehát láthatok a Ru 251-et menet közben 404-el elcsaptuk, viszont egy 90%-osan becélzott lövés, meg elmisszeltünk. Én valahogy úgy érzem, hogy ez az ágyú, ez nem egy Conqueror ágyú, vagy nem is tudom, talán a Conqueror-ra azt tudom hasonlítani, vagy nem egy AMX ágyú, hogy nem annyira megbízható. Ez eltöltünk amúgy nagyon-nagyon agresszívan akar játszani, ami viszonylag amúgy tetszik. Valószínűleg követnünk is kéne, csak ugye most akkor oldalba lőnek minket. Van egy ötletem amúgy, srácok. Van egy ötletem, nem biztos, hogy ez működni fog. Progetto éppen tároz is, hogy nem velünk foglalkozik, úgyhogy tudunk bele lőni egyet, de valószínűleg rossz volt a célzás és lepattantunk. Ugye Progettóba talán még egyet? Trekkelni tudjuk? Á, nem tudtuk trekkelni, de szerencsére bele tudtunk vágni. Még egyet? Talán még egyet? Nem, még egyet valószínűleg nem tudunk belevágni. Jó, amúgy az én tervem az az lenne, hogy nem a Progettóval foglalkozom, hanem lejövök ide az alsó részre, és az Object 705-át próbálom egy kicsit meglövöldözni, viszont ahhoz ugye kell a hitlőszer, és ilyenkor ugye nagyon jól jön ez a 340-es hitlőszer, mert körülbelül tier 10-es tank átütést kapsz. És azon gondolkozom, hogy mennyire lenne hülyeség oda bepussolnom, és valószínűleg amúgy nem lenne hülyeség, mert ugye 10-1 az állás, és valahogyan még damage-et kéne farmolni, úgyhogy valószínűleg ez nem lenne a legrosszabb ötlet tőlem. Most oda trekkelték azt a srácot, menet közben lövök egyet, és nézzétek meg, például menet közben eltaláltam azt az egy pixelt, ami nem nagyon nagy probléma, hogyha belénk lő a 705-át, de lepattant a Progetto, ugye hátulról meglőtt minket, becélozzuk az oldalát, ugye a Progetto be fog menni a holdan pozícióba, belénk lő még egyet, ez mindig nem nagy probléma.
mi visszaadunk neki egyet, ugye ő már nem tudott belénk lőni, és ez az egy progetto van. És nézzétek meg, ez is egy 15-2-es mérkőzés, és nagyjából 5 perces meccs. Igazából többet nem igazán tudtunk csinálni, mert hogyha agresszívabban előre megyek, akkor biztos, hogy meghalok, már 3 artihoz kifókuszol. Igazából talán, amit itt elrontottam, az 2 lövés a progettóra, meg talán annyi, hogy egy picit előbb is pusholhattam volna erre a 7-5-ára. Tehát, hogyha mondjuk minden jól összejön, akkor mondjuk ez egy ilyen 3400 sebzéses kör, talán 3800, hogyha tényleg minden bejön. De néha amúgy tudjátok, hogy nehéz meghozni a jó döntéseket, tehát ez ilyen 3 artis meccsekben néha másodperceken múlnak, hogy most előre pusholsz, vagy még 10 másodpercben múlva, meg már késő lesz ugye előre menned. Úgyhogy figyeljetek, tier 10-es meccsben voltunk, és így is harmadikak vagyunk a sebzés alapján, szerintem ez egyáltalán nem olyan rossz teljesítmény. Plusz ugye, ahogy mondtam, ez egy turbó mérkőzés, nem igazán volt időnk kihasználni magát a tankot. De akkor guruljunk be a harmadik körre is, aztán reméljük a harmadik kör egy juicy, mondjuk egy jó kis elhalló arti nélkül, erre kapunk egy Malinovkát 3 artival. Srácok! Nyitott pályák 3 artival. A legrosszabb, amit egy heavy tank kaphat, mert úgy szét vagy fókuszol, lassú heavy tank vagy, és úgy szét fókuszol az arti, hogy azt is elfelejted, hogy milyen tankkal játszol. Fú, ez nem lesz egyszerű. Ráadásul, ami még probléma, hogy nincsen light tank, tehát egy abszolút campfest lesz az egész, mert senki nem mer majd megmozdulni. Ajajaj, mit csinálunk itt? Az a gond, hogy el kell mennem a hegyre, de a hegy erről az oldalról a rosszabbik oldal, mert ugye az ellenfél előbb tud ide beérni, előbb foglalja el a malmot, és amint elfoglalta a malmot, onnantól kezdve ugye esélytelen fölmenni a hegyre. Na mindegy, hát valamit megpróbálunk ugye kihozni ebből a mérkőzésből, meglátjuk, hogy mit tudunk. Ugye látom, a heavy tanking nagy része is elindul felfelé a hegyre, aminek teljesen örülök. Aminek nem örülök az, hogy itt nem maradt tankunk, meg itt a sziklánál nem maradt tankunk, mert az ellenfél úgy dönt a medium tankjével, ugye átpusolja ezt a részt, akkor hatalmas bajba leszünk. Ugye azért egy-két tankot azért itt lehetne hagyni, valami, mondjuk a jaktigert beállhatna oda, vagy STRV ebbe a bokorba, és akkor nézi, hogyha keresztbe jönnek. Mert mondom, hogyha ott bejönnek, akkor, és itt is elveszítjük, akkor konkrétan szendvics leszünk, és srácok, nem jó szendvicsnek lenni, legalábbis nem a World of Tanks-be. Úgyhogy meglátjuk, hogy alakul majd a csata. Ugye azt tetszik, hogy a TVP-nk ugye gyors tank megy agresszíven, amikor az már nagyon nem tetszik, hogy az alsó részen pusholja be. Ugye ezen a pályán soha nem az alsó részt kell megjárni, soha. Az alsó részen igaz, hogy könnyebb viszonylag fájtolni, de hogyha ugye az alsó részre bemész, a felsőt elveszíti a csapatod, akkor az fog történni, hogy 5 tank fog leesni rád az alsó részre. A TVP-k amúgy nagyon-nagyon agresszívan játszik, tehát ő nem féli a halált, ez tetszik amúgy. Semmiféle félelem nincs benne, és előre megy spotolni a csapatnak. Amúgy amit csinál, az nem hülyesség feltétlenül így, mert én azt hittem, meg akar itt állni a sziklánál, de tudjátok, ő azt csinálja, hogy bejön a bokorba, és a feljött, tehát ő előbb ér be ebbe a bokorba, mint hogy a heavy tankok felérnének a hegyre, és konkrétan megakadályozza az enemy nehéz tankokat abba, hogy felérjen a hegyre, így mi el tudjuk foglalni a hegyet. Ez egy nagyon-nagyon okos ötlet volt a TVP-től. Bátornak kell hozzá lenni, mert hogyha ide feljön egy médium tank vagy kettő, akkor nagyon meg tudja szívni. De összességében nézzétek meg, egy tank meghalt már egy heavy, egy fél HP-zódott, milyen a hegy, innentől kezdve ezt a kört, ha csak ezt a részt nem pusholja be, az ellenfél megnyertük. Illetve nem pusholunk hülyén. Úgyhogy a TVP-nk az nagyon a gamer egy srác, úgyhogy nagyon-nagyon szép, amit csinált. Még ez valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy nekünk nem lesz sebzésünk ebbe a körbe, vagy nem igazán lesz annyi sebzésünk, amennyit én szeretnék. Talán ott ezt el tudom lőni. Nem, sajnos nem tudtam ellőni. És akkor nézzünk a következő célpontot. Esetleg mit tudok akkor ellőni. Én spotot kaptam, valószínűleg mindjárt jönnek majd az artik. Ja, valószínűleg azt a részt lövik, de nézzük, el tudom-e ütni a kupoláját. Ugye AP lőszer van betöltve, az én spotom. Lőjétek szét? Az lőjétek szét? Az én spotom. A sárfutót esetleg meg tudom lőni? Sajnos nem tudom meglőni. Picit előrébb jövök, még nem akarok feltétlenül ugye lepusolni a hegyről. Csak beállni ebbe a bokorba. Hát, hogy innen tudok lőni valamit. A sár az nagyon elveszítette a HP-ját. Még mindig nem feltétlenül akarok lemenni innen.
Pedig amúgy a sziklához oda be lehetne menni, de hogyha a bázison vannak Kemper TD-k, és valószínűleg vannak, meg medium tankok, akkor ugye azt a sziklás részt szarrá lövik, és oda elég egy tank csak. Az STB-nk úgy döntött, hogy bemegy, ott van a fos. A fosra ugye nem látok rám, mert ugye nincsen kirajzolási távolságon belül, de egy picit lejjebb jövök, akkor már talán. És ha nézem, megöljük ezt a két heavy tankot, ami azt jelenti, hogy én is ugye kúszhatok előrébb. És nézzétek meg, ez egy olyan csata lesz, hogy az ellenfél nagyon hamar elveszítette ezt a meccset. Utána az oldalát be tudom lőni. Sajnos a kritikus tudtam lőni. Azokat, hogy a AP-val ugye nem tudom milyen szögből beütni. És a track damage az enyém, de ugye az nem... Hogy mondjam, most van 425 ugye assist sebzésem. Illetve van 800 track, tehát innentől kezdve a track van, hogy a track sebzés számítja csak a játék. Talán még tudunk lőni, annyira nem aggódom. De ez a kör sem lesz nekünk túlságosan jó, abban már most biztos vagyok. Ott van az Arti. Artira már valószínűleg nem tudok rá lőni, majd a következő Artira próbálok. Vagy esetleg a fosra, hogyha felszpotolódik. Én azon gondolkoznom, hogy mennyire lenne hülyeség, ha én simán csak megpusholnám az enemy bázisát. Az összes tankunk itt van, és most én lehetek az, aki ugye bemegy és felszpotolja az enemy tankokat. Nézzétek meg, ott a TVP. Nyilván nem akarok a nyílt mező közepén állni. Ugye felszpotoltam azt a tankot. 1400 pot damage! Easy peasy eltűnt. Ugye belénk lőtte a VTPZ4, ezért szeretnék ugye legurulni mindenképpen a fedezékbe. Remélem, amúgy segíteni szeretnének abba a fosba. Halló, Vici, srácok! Köszönöm szépen, nagyon jókor érkezett a segítség. Mindig a VTPZ4-et még felspotoltuk, talán abból még érkezik nekünk spot damage. Csak 400-at kaptunk belőle, egy picit amúgy szomorú vagyok, mert hogyha egy kicsit előbb segítenek kilőni a fost, tehát ugye 20 tank tudott rálőni, akkor ugye a VTPZ4-ből az összes spot damage az enyém lett volna. Nem mindegy, igazából megmentettük, mert ugye Gunmark szempontjából ez ugye, mindjárt mutatom, ez ugye 2700 kombinált, ami itt még ugye bőven elég ahhoz, hogy ugye feljebb menjek. Ugye az azért nem több, mert ugye mondhatnátok, hogy ez 3400, hogyha összeadom a sebzés meg az assistot, de ugye, az, ahogy mondtam, ugye van 800 track damage-ünk, amit ugye nem számol bele a Gunmarkba, azért, mert ugye az másfajta assist, és mindig csak a kétfajta assistból a többet számolja bele, tehát így működik a Gunmark. Ez egy borzasztó kör volt sebzés szempontjából, assistból talán egy picit vissza tudunk dolgozni. Nézzétek meg, az ellenfélnek esélye nem volt nyerni, tehát onnantól kezdve, hogy a TVP-nk elfoglalta az agresszív pozíciót, a heavy tankok nem tudtak följönni, a másik oldalt meg nem tolták be, innentől kezdve esélye nem volt, tehát ez a meccs az első, hát én azt mondom, 2 percben el lett döntve a pozícionálás miatt. Talán van blind assistunk a VTPZ4-re? Nem arra van blind assistunk. Az E75-re van egy blind assistunk. Összességében amúgy, mondom, Gunmark szempontjából nem volt ez rossz kör. Viszont sebzésből borzasztó volt, úgyhogy szeretnék még egy csatát menni. Reméljük, tényleg most már kapok egy városi pályát, egy nem három artis nyílt meccset, mert ez a tank, tehát ugyanaz a problémája ennek a tanknak, mint mondjuk a Conquerornak, ugyanaz a problémája, mint mondjuk bármelyik 9-es nehéz tanknak, ami ugye arra épít, hogy picit lassú, de elfogalmazom, mit akarok mondani. Tehát egy picit lassú, de ugye lehet vele huldanozni, mert amint ugye 3-6 is meccsbe kerültök, a huldanozást el lehet felejteni, mert ha egy pozícióba játszotok, akkor ugye az Arti szétlő titeket. Bárhol megmozdultok, az Arti szétlő, mert ugye titeket fog lőni, mert lassúak vagytok és nagy célpont. Tehát ugye a heavy tankoknak mindig is az ellensége lesz a 3 arti, de nézzétek meg, talán ez az a matchmaking, amit kerestünk. Ugye rosszabbik oldalon spawnolok, és sokkal jobban szeretek ugye ezen a részen játszani, mert én azt valahogy jobban szeretem, de ezen az oldalon is tudok majd valamit kezdeni. Ugye csak 1 arti van, tier 7-es meccs, tehát lehet, hogy végre egy jó matchmakinggel is megáldott minket a board gaming. Hogy nézzük meg, hogy mit tudunk kezdeni. Egy light tank van, az ugye fontos, azt meg kéne ölni a legelején, hogy a mi light tankunk ugye nyilván agresszívan tudjon játszani. Azt két meg kéne ölni gyorsan. Ezt nem tudok arra rálőni? Ezt nagyon, nagyon gyorsan ki kéne fókuszolni. Nem tudok arra rálőni? Sziklától nem, innen már rá tudok lőni. Nézzétek meg, a teste és a szikla között elment a lövés, nem baj. Valószínűleg az a light nem annyira mozog, úgyhogy talán el tudom majd lőni még. Így is van, el tudtam lőni, ugye prió, abszolút prió célpont a light tank, mert onnantól kezdve ugye megöltük az enemy light tankot,
Onnantól kezdve ugye tudunk, vagy tud a light tankunk agresszívan játszani a középső részén, és az nagyon-nagyon fontos. Ott el tudom lőni? Egy nagyon szép lövés volt. Ugye pont a tornyán ki tudtuk szedni, és innentől kezdve ugye nagyon sok területet adtunk, tehát konkrétan látunk itt középen azt csinál, amit szeretne, és ugye a föntkempelő TD-knek ugye tud egy kis előnyt kovácsolni. Ugye a másik oldalra nem igazán ment heavy tankunk, vagy nem is tudom, hogy nem figyeltem a térképet, lehet, hogy átjöttek innen, nem értem miért, mert amúgy ez az oldal szerintem sokkal jobban játszható, mint ez. De nem baj, most azzal próbálunk meg operálni, amink van. És gondolkozom abból, hogy egyből pusholok be a sziklához. Nem tudom, ez mennyire buta ötlet, vagy mennyire megjátszható. De próbáljuk meg. Remélhetőleg az udes nem... Ugye akkor van gond, hogyha kiszpotolnak minket előbb, mielőtt még beérnénk a pozícióban, ott állnak a TD-k, és ugye be tudnak minket lőni, de valószínűleg már széfek vagyunk. Ugye az udes nem volt még spotolva. Nézzétek meg, az alvázába belelőlövök egyet, ami valahogy lepattan, de erre kíváncsi leszek, hogy hogyan. Megnézzük, hogy hogyan. Nincs is lepattanó nyom rajta. Még egyszer lepattantunk. Ez valószínűleg egy rossz lövés volt, mert a felső frontját találtam el. De nem baj, igazából a pozíció még mindig jó, az E50-re tudunk lőni egyet. És még nem akarok tovább pusolni, mert ha ott van valaki a bokorba, akkor az nekünk nem lesz túl kellemes. Az E50-re tudok lőni ugye még egyet, letrekkelem. Igazából nem baj, hogyha belénk lőtt, azért van heavy tankunk, hogy eltrédeljük a HP-t. Az udás közben megpróbál agresszívan előre jönni, egy treket kéne neki lőni, sajnos nem tudunk. Ez a udás az bement oda, ami egy picit problémás nekünk azért, mert bármikor, amikor ki akarok ugye ide nézni, onnantól kezdve ugye az udás vissza tud ránk píkelni, és... Ahogy nézem, bele tudok itt egyet lőni a srácba. Remélem ezt az Emilt nem engedik amúgy kinézni itt. Egyszer lepattant rólunk, ez azt jelenti, hogy még két lőszere van. És remélem amúgy itt a csapat le fog minket fedezni. Az E50-et szeretném meglőni, az E50 ugye prió célpont, mert ugye 9-es tank, és ugye szeretném mindenképpen megölni. Az udest is jó lenne. Féltek, úgy csinálok, mint hogyha kinéznék az E50-re, és nézzétek? Ugyanúgy figyelek az udesra, csak az arti pont elstunnolt. És az lőtt, annak az old ranyolodából bele tudunk lőni egyet, megjavítjuk. Az udestől ugye figyelünk, hogy ne kapjunk lövést. Most a másiktól kaptunk, másik udestől. Túl sok itt a szög, srácok, egy pici segítség amúgy nem ártana. Mert tényleg egy, hogyha az udes meghalna, akkor már sokkal kevesebb szögre kéne figyeljek. Tehát mondjuk a full HP-s progettónk, hogyha mondjuk megindulna és segítene nekem, az mondjuk nagyon-nagyon király dolog lenne, én úgy érzem. Tehát azt így lájkolnám. Mondom, a legrosszabb az, hogy az udással nem tudom mit kezdeni. Ha az meghalna és a progettónk egy picit segítene nekem, az actually amúgy clutch lenne. Na, udes hibázzál. Gondolkozom rajta, hogy az E50-re kipíkeljek, de annyira félek ettől az udestől, hogy vissza fordul és ugye belénk lő, hogy egyszerűen nem méri meg feltétlenül ez a trade. Na, végre amúgy a full HP és heavy tankunk úgy gondolta, hogy idejön, de idejön mellém, ami meg kurvára rossz ötlet. Jó, az udás legalább egy lövés. Az legalább egy lövés. Ilyentől kezdve, remélem az arting nem szedik, mert arting már nincs. Ugye nézzétek meg, a bázis mögöttünk az nem túl jó szituációban van. Az enemy arti a lőtt. Elnyomom a medkitet. Aj, annyira jó lenne, hogyha valaki kilőni azt a srácot. Please? Valaki? Hopp, nézzétek. Ne, ugye RNG mondd, hogy nem szivattál meg így. Please legyen reloadom rá. Ne. Ebben a csatában annyi rossz lövés van. Annyi. Kétszer az Emirre, ami mellé ment, abból egy, az tényleg az én hibám volt, de a tigrisünk a clutch. És ugye sikerült neki kilőni az udást, az nagyon fontos volt. Egy igazi heavy tank player. Ugye most mindjárt megpróbálok megfordulni és ugye hátrafele lőni, de inkább az a tervem, hogy innen eljövök. Azért jövök el innen egy, mert az arti az lövöldöz minket, nem hagy békén. Ez amúgy gond, mert innentől kezdve nagyon sok tanknak ugye egy lövés lettem. Plusz ugye így nem leszek crossfire-be az enemy udestől. Innentől kezdve ugye mit tudok csinálni? Ez a progetto talán lőhető lesz. Nem, valószínűleg addigra már visszahúzza magát. De mégis.
Nem kapott dupla tracket. Azt reméltem, hogy esetleg dupla tracket kap, és ugye tudunk lőni valamit. Talán vissza akarok vonulni ide a bunkerhez. Azért akarok visszavonulni talán, mert ugye tudok lőni akkor erre a részre a pályának, meg tudok lőni erre a részre is a pályának. Közben full HP és E75 spotolódik. Arra azért kéne a hitlőszerem. Amúgy ez még mindig nyerhető csata, igazából az, a probléma az idővel van, hogy, hogy időben nem biztos, hogy jók leszünk. Ugye 4 percünk van, ugye támadás védés mód és 4 percünk van bármit is csinálni. És hát ha az az E75 agresszívan akar játszani, nézzétek. Ugye a torony tetejét be tudom lőni, ugye hitlőszerrel. Ugye próbáljuk is meg, ez a torony frontjába ment be ez a lőszer, úgyhogy nem sikerült eltalálnunk. Talán ott a torony frontját el tudom lőni, akkor... Ugye eltaláltuk a tankot, mert ugye eltűnt a lőszer, de... Nem sikerült ugye átütnünk. Nyilván nem akarok egy helyben maradni azért, mert hát ha elblindul az indikátor alapján, hogy ugye honnan lőttünk. És ugye ezt az oldalt kitakarítottuk, tehát igazából az ellenfél csak itt lehet előttünk, és mivel 3 perc van, ezért úgy érzem, hogy igaz, hogy nincsen HP-m, a nézzétek, be is lőttük a srácot, és van egy ötletem, mivel ugye az E75 ugye ott néz ki, nem mer jobban kinézni, ezért én megpróbálok ugye úgy bemenni, tehát ugye így bemenni, hogy ne spotoljon fel, mert ugye egy lövés vagyok neki. Ilyenkor amúgy szükségem lenne tényleg arra a HP-re, amit az Arti levett tőlünk. Ugye Light, ha megölő az Artit, az nagyon-nagyon clutch lesz, hogy arra szükségünk van. És ugye be akarok menni, és ki akarom használni a jó toronypáncélomat. Ugye tudjuk, hogy egyszer belőttük az E75-öt, tehát valószínűleg ilyen nézes hebzésnél járunk, ami egyáltalán nem rossz, de ebből a matchmakingből én még ki szeretnék hozni. Hát legalább egy wint, meg plusz még mondjuk egy 1500 hebzést, nem tudom, hogy ez mennyire lesz vállalható. És lőtt is az E75, nekünk nem sikerült ilyet beütni. Az a gond, hogy az idő az nagyon nem kedvez. És ugye az a gond, hogy amint közelebb megyek az E75-höz, ugye simán csak paraszpíker rám és megöl. Ilyenkor amúgy nagyon jó lenne az extra HP. Hátrébb tudatok. A torony tetejét amúgy be tudom lőni a srácnak, vagy a torony frontját csak. Csak ugye nyilván nem olyan egyszerű ilyen távolságból ez a lövés. Ugye sikerült belőnünk, az E75 lőtt, a tigris most kinézhet rá. Ha jó lett volna, hogyha trekkeli. Egy percünk van, muszáj lesz közelebb bennem. Két tank van hátra, muszáj lesz közelebb bennem. Föl kell vennem a Skoda elől a lövést, mondom a Skodának, hogy maradjon hátul. Veszem a Skoda elől a lövést, bemennek és kitározzák, és hát akkor se tudjuk megölni azt a tankot. Nem jó, azt hittem legalább az a 257 meg fog halni, de nem fogjuk tudni megölni így a tankot. Ugye hárman vagyunk erre az E25-re, az egyetlen esélyünk, ha megpróbáljuk ezt gyorsan megölni. És szerencsénk van, az E25 ugye nem belénk lőtt, innentől kezdve ugye bele tudunk lőni még egyet, és most kéne amúgy a Skodánk, aki elment valamiért a 257-re, ezt megpróbáljuk megölni ketten ezt az E25-öt, hogyha lepatintottam volna, tigris, menj, fordíts be, flankeld meg, gyerünk, nice, tigris megszerezte, vagy megölte, és most a Lightunk, illetve a Skoda maradt hát, a Skodának nem kéne megölhetni magát, a Light ki tudja tárazni hátulról, meg fog fordulni a 257-t, lőni fog, és a Skodának akkor ki kell lőni, és megnyertük ezt a meccset. Jó, a Light megtette a dolgát, most a Skodának kell két lövésbe levinnie. Egy, kettő. 16 másodperc. Ki volt számolva, srácok? Ki volt számolva ez az utolsó mérkőzés? Hú, ez az utolsó mérkőzés, ez jóra sikerült. 5100 sebzést látunk, viszont ugye van egy blindunk, úgyhogy szerintem ez ilyen 5400-5500 sebzés körül lehetünk, hogy mindjárt meglátjuk a statisztikában, hogy mit tudtunk kihozni. Hú, ez ki volt számolva ez a mérkőzés, ez így a végére kellett szerintem. Így van, 5483 sebzés, tehát gondoljuk azt, hogy 5500 sebzés tudtunk kihozni. Mi a túró ez? Ez az a klános dolog, kötelesség útja, de miért kell 20 millió ablakot megnyitni nekem Wargaming? Köszönöm szépen. Na, ugye megnézzük, 5400 sebzést ugye ki tudtunk osztani, ami szerintem nagyon kellemes, viszont ezt a meccset úgy érzem, hogy nem én hoztam le, inkább nagyobb kreditet tudnék adni ennek a tier 7-es lightunknak, mert nézzétek meg, 1700-ot spotolt, 2100-at kiosztott. És ugye erre mondtam, srácok, hogy az elején ugye kiszedtük a 1375-öt, tehát ugye az egyetlen veszélyes tankot, ami ugye
ugye counterelni tudja ezt a 13-57-et, és nézzétek meg, mennyi munkát tudott végezni ez a 13-57 azzal, hogy ugye felszabadítottuk neki ezt a pályát. Tehát egy nyitott pályán, srácok, bármilyen tankkal vagytok, medium, TD, heavy tank, mindig fókuszáljátok le az enemy lightot, mert nagyon-nagyon meg tudjátok könnyíteni a saját könnyű tankotoknak a munkáját, és nézzétek meg, hogyha egy jó player ül a light tankba, akkor simán le tudja kerizni ezt a csatát, úgyhogy hatalmas pacsi ennek a light tank játékosnak, nagyon jól csinálta. Illetve a végén amúgy ez a Progetto sem csinálta rosszul, csak egy picit amúgy előbb jöhetett volna nekem segíteni, de ő is igazából kiosztott, amit neki ki kellett osztani, úgyhogy le tudtuk hozni ezt a mérkőzést. Volt egy-kettő unlucky lövésünk az Emirre, ott igazából az első lövésnek be kellett volna mennie, valószínűleg a felső frontot találtam el, a másodikra is valószínűleg a felső frontot találtam el, de összességében ez egy nagyon király meccs lett, és talán jó befejezése lett így ennek a videónak, mivel ennyit szerettem volna játszani. Nagyjából szerintem meg tudtam mutatni, hogy ez a Phase 1-es ez miről szól. Igazából ez egy okés, gyorsaságú, hold-down-ba jó páncéllal rendelkező, viszonylag jó ágyúval rendelkező, tudom, hogy sokszor mondtam, hogy rendelkező, nehéz tank. És szerintem aki kiveszi 9 tokenért, az nem igazán fog benne csalódni, mert kevés jobb, mondjuk 9-es nehéz tankot tudnék mondani nála. Igazából minden tulajdonsága rendben van, és szerintem semmiben nem a legjobb, mert minden, ha bármit mondjuk ágyúba mondtam, a Conqueror jobb nála, mobilitásba mondjuk jobb nála, az AMX Heavy, páncélban ott van az E75, ami erősebb nála, de úgy az összességében megnézzük, ez a tank szerintem nagyon kellemesen játszható, és aki még ugye nem vett ki semmilyen tankot a Battle Passból, 9 tokenért, főleg, hogyha kezdőjátékos, én ezt a Phase 1-est ajánlom, nem pedig a Sárfutúrt, mert a Sárfutúrral picit nehezebb ugye játszani, hiába gondolom, hogy jobb tank, ez a tankhoz ugye pontosan tudnod kell, hogy mit csinálsz, mikor töltesz, hol kell legyél a pályán, viszont a Phase 1-es egy viszonylag ugye egyszerűbb a tank, amit ugye lehet játszani, bemész a heavy dőöngőbe, elrejted az alvázát, próbálsz tornyozni, és igazából ennyiről szól a történet. Úgyhogy kezdő játékosoknak ezt tudom ajánlani. Remélem tetszett nektek ez a bemutató, ha igen, akkor ugye egy like-kal tudjátok nekem ezt jelezni, hogy akkor több ember látni fogja ezt a videót, úgyhogy egy like az nagyon sokat tud nekem segíteni, illetve kommentben írjátok meg, hogy ti mit gondoltok a Phase 1-esről. Tudom, hogy nagyon sok ember szereti, de tényleg kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ha megszereztétek, akkor csalódtatok-e benne, vagy nagyon pozitív nektek a tank, vagy ugye aki még esetleg nem szerezte meg, az tervezi-e kihúzni. És még talán azt is megírhatjátok, hogy a többi Battle Pass-os tankhoz képest, ugye, akinek ugye több is megvan, ti hova rangsorolnátok ezt a tankot, kíváncsian várom a véleményeteket. Ahogy mondtam, tetszett a videó, egy like-ot tudjátok jelenzni, kommentbe írjátok meg, amit az előbb elmondtam. Ha szeretnétek látni, hogy legalább márkolom ezt a tankot, akkor a Twitch csatornámon, ugye ezt meg tudjátok nézni, mert ezt a tankot fogjuk majd gámmárkolni, ugye a linket lerakom a leírásba, úgyhogy onnan ugye ott megtaláltok, illetve, hogyha nem szeretnétek maradni még ilyen tank bemutatókról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és így nyomjátok már a kis harangot, ahogy a videó elején is elmondtam, holnap patch bemutató, és illetve a héten még a patch utáni tankokkal fogunk foglalkozni, valószínűleg megnézzük a 121B-t, M60-at, a prémium tankokat, úgyhogy a héten szerintem jó sok kontentünk lesz, igyekszem majd minden nap videót feltölteni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm, hogy megnéztetek a videót, a következőben találkozunk, sziasztok, hello!